nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a Nagy Employer Branding nap alkalmából. Németh Mihály vagyok, a High Systems mérnöki szolgáltatású KFT ügyvezetője, és kolléganőmmel tartjuk a következő blokkot. Stella? Sziasztok! Kaszab Stella vagyok, a cégnek a HR-es marketing vezetője, és Misivel közösen arról fogunk beszélni, hogy hogyan kapcsolódik össze a sales és az employer branding. Mielőtt belevágunk néhány szót, hogy mondjak a cégünkről, a High Systems mérnöki szolgáltatások Kft. Egy 100%-ban magyar tulajdonú, immár 27 éve a piacon lévő, egy nagy múltra visszatekintő magyar KKV. A tevékenységünket tekintve két fő területünk van, adatközponti infrastruktúra építés, illetve biztonságtechnika és gyenge áram kivitelezési munkák. Mind a két területen a tanácsadástól, a mérnöki tervezésen át, egészen a kivitelezésig és a folyamatos üzemeltetésig rendelkezünk szakemberekkel, illetve tudjuk biztosítani a szolgáltatást gyakorlatilag a teljes palettán keresztül. Az a piac, amin mi dolgozunk, a HR Systems, ez egy nagyon nagy szaktudást igénylő piac. Magas hozzáadott értékkel, tényleg mérnöki szaktudást adunk el. Ezen a piacon az értékesítés az nagyon nagy mértékben konzultatív értékesítés. Ez alatt azt kell érteni, hogy nem egy kézdobozos terméket adunk el, hanem az ügyfelekkel leülve, megértve az ő igényeiket, az ő problémáikat, minden ügyfélre szabottan egy-egy speciális ügyfélre szabott megoldást kell kitalálnunk. És ebben a környezetben a legfontosabb értékesítési erő a szakértelem. A legfontosabb célunk a növekedésben az az, hogy elérjük azt a pozíciót az ügyfeleinknél is, azokon a területeken, ahol mi szolgáltatunk, ahol mi rendelkezünk kompetenciákkal, mi legyünk a szakértői pozícióban, azaz az ügyfél is tudja rólunk, hogy megfelelő szakértelemmel és tudással tudjuk az ő munkájukat segíteni. És ezen keresztül a szakértelem, mint legfontosabb érték, legfontosabb belső érték, a szakértelem, mint legfontosabb érték, ahol a munkavállalót keressük a piacról, és a szakértelmen, a szakértelem fontosságán keresztül szeretnénk új kollégákat bevonni, de ugyanez az érték az, ami a legfontosabb az ügyfeleink számára is, mert ez az, amit mi az ő saját üzletüket támogatni tudjuk, a saját szakértelmünk keresztül az ő üzletük előrehaladásában. Ennek a mentén jött az az ötlet, hogy indítsunk egy employer branding fókuszú programot, ami nem is egy kampány, hanem alapvetően egy program, aminek több lépése van, és amiben egy nagyon jó partnerre is találtunk a Brandfist csapatának személyében, és aminek a lépéseit, ahogy a Stella is mondta, majd végigvesszük, és aminek az első lépése egy audit volt. Az audit felmérést követően egy integrált munkáltatói márka stratégiát dolgoztunk ki, ahol külön elemként szerepel a szakmai branding, tehát a kollégáink szakértelmének a megmutatása, illetve a salesnek a támogatása is. Ez az integrált megközelítés szemlélet segíti azt, hogy ez fókuszba legyen, és tényleg azok az anyagok, azok a támogató aktivitások, ezek nem csak adhok kezdeményezések részeként valósuljanak meg, hanem valóban itt az integrált márka stratégiánk részét képezzék. Ennek a programnak nevet is adtunk, és MOVE programnak neveztük el. Ez is utal arra, hogy haladunk, és ezáltal együtt haladunk lépéselőnyben. Nálunk abszolút, tehát ez a szakmaiság, a szakmai branding, ami az employer branding stratégiának egy meghatározó szegmense, ez teljes mértékben összekapcsolódik a sales céljaival is, hiszen nekünk is az az értékünk, hogy az ügyfeleink felé hitelesen tudjuk képviselni azt a szaktudást, amivel rendelkezünk, és az ügyfeleink elhiggyék, hogy arra a műszaki kérdésre, ami őket foglalkoztatja, nálunk megfelelő támogatást kapnak. Pont azért, mert ennyire szaktudás alapú működésünk van, nálunk a legtöbbször, vagy nagyon sokszor az értékesítés, és az, hogy sikeresek vagyunk egy projekten, az nem csak az áron, vagy sok esetben nem is az áron múlik, hanem az, hogy megbíznak-e, vagy elhiszik-e az ügyfelek, a kollégák azt,
hogy mi valóban meg tudjuk oldani azt a problémát, azt a feladatot, ami velük szembesültek. És ilyenkor sok esetben nyilván bíznak a cégben is, de nagyon sok esetben a kollégákban, egy-egy kollégában bíznak, mert tudják, hogy az a kolléga már korábban megoldott valamilyen problémát, hallottak róla, látták a vele készült riportot, vele készült kisokost, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy nálunk az értékesítésnek, a szaktudásnak arca van, és nem csak egy high brandet mutatunk, hanem alapvetően a szaktudásunk mögött látszódnak azok az emberek, azok a koponyák, akik valójában segítenek minket, megsegítenek az ügyfelünket is abban, hogy elérjék a céljaikat, és megoldást találjanak a problémáikra. Hogyan tudja támogatni az employer branding a sales folyamatokat, és mi az, ahol mi észrevettük az összekapcsolódást? Az egyik az a kollégáinknak a szakértelmének a megmutatása. Tehát elkezdtünk dolgozni azon, hogy tehát lényegében egy storytelling nap kapcsán a kollégáinkat felkészítettük arra, hogy hitelesen tudjanak beszélni a munkájukról, meg tudják mutatni azt a szakértelmet, amivel rendelkeznek, és utána ezeket a különböző social csatornákon is közzétettük. A szakértői image-nek a megmutatásával sikerült a céget is pozícionálnunk. És hogy is működünk jelenleg a sales-szel együtt. A heti HR-es marketing meetingeinknek a része a sales csapatnak a meghívása, ahol ránézünk arra, hogy milyen folyamatban lévő üzleti lehetőségek vannak, milyen projekteket zártunk le, mi az, amiről kommunikálni tudunk, és mi az a szakmai megoldás, amit biztosítottunk. Ami szintén egy ilyen támogató történet, és az employer brandinghez szorosan kapcsolódik, azok a különböző esettanulmányoknak a készítése. Az idei évben nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy azokat a megoldásokat, amiket kidolgoztunk, és az előző években sikerre vittünk, azokat egy-két oldalas esettanulmányok keretében megmutassuk, közzétegyünk. Ezeket a honlapunkon, illetve szintén a különböző csatornáinkban elérhetővé tettük. A belső folyamataink ismertetésére kidolgoztunk egy vizualizált folyamatábrát, ami szintén a belső működésnek a hatékonyságát tudja segíteni. Az idei évben a COVID-helyzet kapcsán az üzletfejlesztésünk is az érintésmentes beléptetésen, illetve a légtechnikai megoldásokra rákapcsolódva megújítottuk a névjegykártyáinkat, és érintésmentes QR kód beolvasással rendelkező személyes névjegykártyákat is kidolgoztunk. Megújítottuk a céges bemutatkozó anyagunkat, prezentációnkat, illetve szakmai egyperces anyagok kidolgozásán dolgoztunk. Az, hogy ez ne csak egy központi kommunikáció legyen, aktívan bevontuk ebbe a kollégákat, és nagyköveteink is lettek. Az idei évben 6 nagyköveti videót forgattunk, ahol meg tudjuk mutatni a különböző szakterületeknek a működését, illetve azt, hogy az egyes munka folyamatokban hogy is telik egy nap a kollégáink számára. Toldi Csaba vagyok, és biztonságtechnikai műszerészként dolgozom a HR Systems-nél. Számomra nincs lehetetlen, ha biztonságtechnikai sürgős hibajavításról van szó. Hátterem, hogy biztonságtechnikai szakvégzettségem van, de artistaként is szerepeltem már több száz ember előtt. Emiatt, hogyha magaslati munkavégzésről van szó, általában a kollégák nekem szoktak szólni. Nélkülem rengeteg biztonságtechnikai rendszer maradna karbantartás nélkül, és számos videórögzítő egység nem lenne beprogramozva és beállítva. Számomra nincs megoldhatatlan feladat, még akkor sem, ha kizárólag egy csavarhúzó és egy csípőfogó van csak nálam. A HR Systems-nél az én feladatom, hogy megvalósító szakember vagyok. Haladjunk együtt lépés előnyben! A külső rendezvényeinken való megjelenések kapcsán szolgáltatásbemutató videókat állítottunk össze, és kialakítottunk egy olyan jelentkezési felületet, ahol az érdeklődők regisztrálni tudnak, és egy közvetlen kontaktba kerülnek egy értékesítő kollégával.
Én amit csak látok, az az, hogy a tavalyi év kiértékelésekor egy nagyon jó beszélgetés volt Stellával, és azt mondtam, hogy értsétek, a tavalyi évben a cégünk majdnem 40%-kal növelte az árbevételét, nagyon nőtt a létszámunk is, nagyon sok sikeres projektünk volt. Mégis, amikor az évet értékeltük, azt mondtam Stellának, hogy az egyik legjobb, vagy talán a legjobb dolog, ami tavaly évben történt velünk, hogyha valamit választani kell, az, hogy elindítottuk ezt az employer branding kampányt. Egyértelműen tovább kell haladnunk, és tovább fogunk haladni azon a úton, amit az elmúlt két évben elindítottunk itt az employer branding kapcsán, ami most már számomra sokkal több, mint employer branding, mert valójában ez egy integrált program, ami az employer branding ernyője alatt valójában a belső magabiztosságot és a külső imidzset, külső képünket, a külső szakértői imidzsünket is nagyban befolyásolja. Próbálkoztunk egyéb marketing megközelítésekkel is, és volt normál marketing tevékenységünk, amiben a céget próbáltuk reklámozni, a termékeinket, a szolgáltatásainkat. Volt saját újságunk is egyébként, magazinunk, amivel próbálkoztunk. És be kell vallanom őszintén, hogy egyik sem volt igazándiból sikeres. Ugyanis nem tudom, nyilván nagyon sok oka lehet, de az én megítélésem szerint az volt az oka, hogy nem belülről, nem az emberek oldaláról, nem a tényleges tudásunk oldaláról lett ez megközelítve, hanem egy általános sales támogató marketingot próbáltunk csak összeadni a korábbi években. Ez a, amit most csinálunk, az tényleg annyiban más, hogy minden abból indul ki, hogy mi, amire a legbüszkébbek vagyunk, azok az a szakértelmünk. És amire a legbüszkébbek vagyunk, ez a szakértelem az embereinkben van meg. És tényleg a kollégáink jelentik a cég értékének a nagy részét, és tényleg a kollégáinkra vagyunk a legbüszkébbek, és azért nagyon nagy örömmel rakjuk ki őket, és mondjuk el mindenkinek, hogy milyen fantasztikus kollégák vannak nálunk, és dolgoznak itt. És ettől én azt gondolom, hogy sokkal hitelesebbé vált, és sokkal nagyobb a hatása egyébként az értékesítési oldalon, mint amit a korábbi években próbálkoztunk csak simán normális sales oldali marketinggel. És azt gondolom, én ezt hiszem így két értávlatából, hogy ezzel az employer branding megközelítéssel mi most egy win-win-win szituációban vagyunk, mert nyernek a kollégák, akiket föl szeretnénk venni, többet tudnak a cégről, egy sokkal jobb és tisztább képet látnak rólunk. Nyertek a legélő kollégáink, mert büszkék lehetnek magukra és a cégre, és nyertek az ügyfeleink is, mert ők is látják, hogy ilyen szakértelem az, amit a cégben van, és mivel fordulhatnak hozzánk, mivel tudunk őnek is segíteni.